Augusztus 20-a minden ember életében egy jelentős esemény, de nem csak azért, mert az ünnepi új kenyeret áldjuk meg, hanem azért is, mert Szent István államalapító első királyra is megemlékezünk. Ő volt az az ember, mint ahogy egy történetíró megfogalmazta róla írva, hogy István nélkül a magyarság, a magyar történelem és a magyar létünk sehol nem lenne. Ő szent volt, de nem azért, mert szentül prédikált az evangéliumról, hanem azért volt szent, mert élte az evangéliumot. Élte az Istennek a szeretetét, és ő áldás volt a magyar népre, a magyar kereszténységre, hogy egyek legyünk, mint ahogy lelkész úr fogalmazott, hogy az egységet képviseljük. És keresztény emberek révén nem lehet más, mint az, hogy megvalljuk a hitünket ebbe a világba, amelyben nincsen érték. De Szent István érték volt mindannyiunknak, és ezt az értéket kell felajánlani a gondviselő és szerető Istennek, hogy Isten áldása minden nap ott legyen az életünkön, hogy merjünk hozzá fohászkodni, hogy merjük rábízni életünket, mert Istené vagyunk, és nem az emberé. Most ezekkel a gondolatokkal áldom meg az új kenyeret. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogy a pusztában az öt árva kenyeret megáldottad, ott, hogy akik ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki él és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.